Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetés címe történelmi katasztrófaturizmus, avagy G7 csúcs Hiroshima-ban. Van valami diszkrét és egyben azt hiszem perverz bája annak, hogy Kishida japán miniszterelnök éppen szülővárosába, Hiroshima-ba invitálta a másik 6 vezető országot, ez a bizonyos G7, majd a történetére mindjárt rátérnénk, vagyis Amerika értelemszerűen, meg Kanada, Japán, és hát a többi, meg az a 4 történelmi értelembe véve is készségtelen vezető európai ország, mondjuk ha az olaszokkal, történelmileg az olaszok, mint Római Birodalom, Olaszország, Németország, Franciaország és Anglia, ez alkotja tehát ezt a bizonyos G7-et. Most éppen Japán volt soron, vagy a japán elnökség alatt értelemszerűen a mindenkori japán miniszterelnök dönti el, hogy konkrétan melyik városban, ez éppen az ő szülővárosa, Hiroshima. Van tehát valami diszkrét és perverz bája annak, hogy pont abba a városba invitálta a többieket, a másik 6 ország vezetőit, ami hát ha van ma a világon jelképe annak a valaminek, ami a legsötétebb, legpusztítóbb, na nem fizikai energia, hanem az emberi szellemi, negatív szellemi energiák pusztító hatása, annak a legfőbb jelképe éppen Hiroshima. Ennek következtében, hát ez várható is volt, szem nem maradt szárazon, a csúcs 3 napja alatt egyebet sem tettek, mint a békét óhajtották. Ennek adott nyomatékot, hogy maga az ukrán elnök is meglátogatta ezt a csúcsot, és ott Hiroshima-ban hívta fel a béke megteremtésére az egész világot, és tett szerinte legalábbis, ezt a kifejezést eddig nagyon használta, mert inkább ilyen érzelemdús, sok szoktak lenni a megnyilvánulásai, hogy Ukrajna a béketerve, ami kész van, ez racionális, hát amellett, hogy természetesen tele van szeretettel, a béke óhajtásával, a szabadságvágyal, és mindenféle szép és jó emberi dologgal, és ráadásul még racionális is, de erre majd mindjárt visszatérünk. Most talán annyit érdekes megvizsgálni ezt a G7-et, ami eredetileg G6 volt. Egyébként pontosan, tehát Kanada nem volt benne. 3-3 országcsoport alkotta. Nagyon érdekes történelmileg, hogy az a 3 ország, amelyek egymásnak adták át a világbirodalmi státuszt, tehát a franciák, az angolok és Amerika, akik gyilkos háborúkat vívtak persze egymással, ezek a napóleoni háborúk, tehát a francia forradalom és napóleoni háborúk a franciák és angolok között, amikor leverték a franciák világbirodalmiságát az angolok, és akkor jött a brit birodalom évszázada, amely brit birodalom persze akkor már kénytelen volt tudomásul venni, hogy éppen a franciák katonai beavatkozása Lafayette Márki következtében elveszítette amerikai gyarmatait, amely amerikai gyarmatok közben, hát ezt számos alkalommal érintettük, valahogy szert tettek olyan világbefolyásra, ami aztán a világ nem létező, pontosabban a harmadik szinten létező urait arra bírta rá, hogy akkor az amerikai birodalom legyen a harmadik. Tulajdonképpen a első és második világháború az azért kellett, hogy egyrészt világossá tegye, hogy pont itt van vége a brit világuralomnak, de egyúttal, hogy világossá tegye azt is, hogy a másik 3 ország vesztett.
Tehát, ha úgy tetszik, ezek a győztesek, amelyek egymással vívták gyilkos háborúikat, történelmi sorrendben francia világbirodalom, aztán brit világbirodalom, aztán most az amerikai világbirodalom, a másik oldalon meg a három vesztes van, a kontinentális Európa két tradicionális hatalma, a német és az olaszok, talán pontosabb, ha itt azt mondjuk, hogy Itália, Germánia és Itália, ami valójában már a német-római birodalomnak, és egyben persze Nagy Károly császárságának is a történelmi talapzata volt. Az atlanti kereskedő, hajós, kereskedő, hajózó, kereskedő és bankár nemzeteknek, portugáloknak, spanyoloknak, hollandoknak le kellett verni a német, és aztán persze a másik három világbirodalomnak is, a franciáknak, briteknek és az amerikaiaknak, világosan főként a németek, és hát részben az olaszok tudtára kellett adni, hogy hiába a történelem ide vagy oda, kontinentális nemzetek nem lehetnek egyetlen pillanatra sem, nemhogy 100 évre, egyetlen pillanatra sem világbirodalmak. Ezért provokálták ki a tengely hatalmak, ugye Németország létrejöttét, a harmadik német birodalom, és Olaszország-Itália összekapcsolódását, amelyet aztán totálisan megsemmisítettek, és hiszen az egész csak egy csapda volt, és ugyanezt a csapdát állították fel annak a japánnak is, amely hát zavarta az amerikai világbirodalom csendes óceáni terjeszkedését. Tehát van egy hihetetlenül izgalmas történelmi dinamikája ennek a hat országnak. A három győztes, akik persze egymással is gyilkos háborúkat vívtak, ebben a sorrendben franciák, britek, amerikaiak, és a három örökvesztes, Itália, Germánia és Japán, akik valójában hát csicska, tehát ez a legkevesebb, amit most mondhatunk róluk. És hát ez inkább csak egy vicc, tehát Kanada jelenléte nem véletlen, hogy eredetileg ez G6 volt, tehát Kanada jelenléte tulajdonképpen semmivel nem indokolható, egyszerűen csak Amerika gondolta, hogy hát jobb, ha azért én kettő vagyok, tehát nem minthogyha itt bármiben szavaznának, vagy ennek bármilyen jelentősége volna. Ez körülbelül nagyjából ahhoz mérhető, a fiatalabbak számára ez lehet, hogy elég viccesen fog hangozni. Szóval a második világháború után, ahogy 44-ben létrehozták az Egyesült Nemzetek szervezetét, Sztálin elérte azt, hogy ugye volt a Szovjetunió, aki automatikusan a biztonsági tanács tagja, ennek következtően vétójoga van bármilyen, ez máig is fennmaradt, Oroszország gyakorolja ezt a szerepet, ezt a vétójogot, de Sztálin azt is elérte a Szovjetunió hát hősi erőfeszítéseinek jutalmaként, hogy Ukrajna, nincs csak. Szóval, hogy Ukrajna, ami abszolút bele volt cementálva a Szovjetunióba, és akkor nyilván mindenki úgy értelmezte, hogy soha többé ki sem lesz vehető onnan, de mégis elérte, hogy Ukrajna külön országként szintén tagja volt az ENSZ-nek, ami hát akkor is inkább valamiféle paródiája volt. Ha másból nem, ebből is lehetett látni, hogy az ENSZ valójában mennyire komolytalan szervezet. Hát ma már szinte csak azt lehet érzékelni mindenből, hogy az ENSZ egy tökéletesen komolytalan szervezet, a mindenkori világbirodalom hajtóz, és hát nyilván ez csak Amerika volt, hiszen 44-ben hozták létre, de tök mindegy, mert mindig a világbirodalmak, a mindenkori aktuális világbirodalom hajtószíja. Tehát ez, hogy akkor vegyük be Kanadát is, ez körülbelül olyan volt, mint Sztálin javaslata, hogy jó, akkor én tag vagyok a biztonsági tanácsban. Hát azt azért nem tudta elérni, hogy Ukrajna a biztonsági tanácsnak is tagja legyen, tehát hogy kész szavazata legyen a szovjetnek a biztonsági tanácsban, de az, hogy önálló országként, noha ezt a világban semmi nem indokolta, tagja legyen
az ENSZ-nek ezt azért el tudta érni. Tehát Kanada, ne, a világ is szeretném megbántani a kanadaiakat, meg Kanadában élő amerikai, de Kanada egy teljesen jelentéktelen tényező, egy jelentéktelen északi állama az amerikai birodalomnak, mondjuk Kalifornia, Texas, de hát is pláne New York állam, de hát azt alapvetően maga New York teszi ki. Tehát mondjuk ez a három, ha önálló ország volna, akkor hatalomgazdaságilag messze-messze Kanada felett állna, tehát valójában mondjuk holt versenyben Floridával legfeljebb mondjuk negyedik, ötödik lenne Kanada az amerikai államok között, de ennek nincs is jelentősége, egy tökéletesen alávetett ország, a mostani vezetői, akik mostanság vezetői Kanadának, azok nem is rejtik véka alá, hogy tökéletes arányrendje, tehát egy jelentéktelen északi tagállama az amerikai birodalomnak. A másik három ország történelmi dinamikája meg olyan, mint amit az előbb említettem. Még röviden valamit a történetéről. Pontosan 50 éve vetődött fel igazán komolyan az, hogy hát a drámai történések nyomán egy ilyen konzultatív testület, a G6, tehát ugye a három nyertes ország, franciák, angolok, amerikaiak, illetve a három vesztes ország, Itália, Germánia és Japán, hogy akkor minden évben találkoznának a vezetőik konzultatív testületként azért, hogy hát az akkor zajló nagy drámai folyamatokat valóban sajnálom azt mondani, hogy őszinte elvtársias légkörben, ahogy annak idején az MTI jelentette a Kádár korszakban, mondjuk, hogyha magyar és szovjet vezetők találkoztak egymással, tehát őszinte elvtársi légkörben, akkor megbeszéljék a világ legfontosabb történéseit, és akkoriban azért voltak történések, csak hogy röviden átismételjük ezek lényegét. Többször ejtettem már erről szót, de azért ez is ehhez az egész G7 mitológiához tartozik, hogy 45-től 67-ig, tehát 22 éven keresztül Európa valami elképesztő versenyelőnyben volt Amerikával szemben, mert a bérek hát kezdetben mondjuk egyharmadát, de később itt még a német bérek is mondjuk a felét tették ki az amerikai béreknek, így értelemszerűen óriási export többlete volt, főleg Németországnak, de Franciaországnak, Olaszországnak és hát valójában Angliának is. De főleg a három kontinentális ország az igazán érdekes, tehát németek, franciák, olaszok, akiknek óriási dollár tömegeik halmozódtak fel, hiszen Amerika értelemszerűen ilyen papírfecnivel, ilyen zöldes papírfecnivel dollárral fizetett, azért a hát mai összegben több tízezer milliárd dollárt érő jószág tömegér, amit ezek az európai országok szállítottak meg. Mindenki tudta, hogy ez egy életveszélyes helyzet, a dollár inflálódni fog ezekhez a valutákhoz képest, tehát a felhalmozott dollár tömeg elolvad a kezükben, és ezért Charles de Gaulle francia elnök vette a halálmegvető bátorságot 67-ben, hogy jelezze, hogy ő bizony élne azzal a lehetőséggel, hogy fix árfolyamon a dollár tömegét, ami tulajdonképpen aranyra szóló váltó, azt valóságos fizikai aranyra, kb. 7000 tonna, hogy jöttem az aranyamért, hiszen ez csak egy ilyen váltó, de én azért jobban bízok az aranyba. Ezt kérte 67-ben, 68-ban Amerika nem válaszolt, 68-ban polgárháborút kapott arany helyett, ezek a bizonyos párizsi esemény csinált forradalom volt, a legpocsékabb, legpusztítóbb csinált forradalom, amit azóta sem dolgoztunk fel, akkor egy ilyen hősies, heroikus aura vette körül, holott a legmocskosabb, legpusztítóbb folyamatok egyike volt, legalattomosabb folyamatok egyike volt a 20. század során. Tehát 67-ben kéri az aranyát, 68-ban polgárháborút kap, 69-ben lemondani kényszerül, 70-ben meg is halt.
71-ben Kissinger, amit aztán 30 évvel később be is vallott, titkos egyességet köt a szaudiakkal, hogy azonnal likvidálnak mindenkit, aki nem dollárért ad el olajat, persze azt is, aki nem dollárért próbál vásárolni aranyat, de hát a hangsúly inkább az előzőkön volt, hogy a Közel-Keleten átveszik a totális uralmat, és likvidálnak mindenkit, mint aztán később likvidáltak és Qatafi líbiai vezetőt, meg Saddam Hussein iraki vezetőt, aki megpróbálja kijátszani ezt a titkos egyességet, hogy olajat mindenki, bármelyik európai nemzet is, kizárólag dollárért vehet. Majd ezt követően 72-ben megszervezik, ja, és 71-ben természetesen felmondják a dollár, felfüggesztik, bocsánat, a dollár aranyra való fix paritását is, átválthatóságot, tehát ezzel mindegy megoldják a problémát, ami máig is fennáll jellemző módon, ugye akkor 35 dollár volt egy uncia arany, most 2000 dollár felett van, na ez bukta el a világ, vagy bukja el folyamatosan, ami a kettő között van. 72-ben megszerveznek egy kis háborúcskát, mondjuk Izrael meg az arab országok között háborút megszervezni, az nem látszott olyan nagyon nehéz feladatnak, ezt 72-ben véghez is veszik. 73-ban, mit ad Isten, ki is robban ez a csinált háború, aminek az az eredménye, hogy a kőolajára 16-szorosára emelkedik, nagyjából egy 7 év alatt, és akkor ezzel meg is oldódik minden probléma, mert az iszonyatos dollártömeg az Szaúd-Arábiába került, tehát ez azt jelenti, hogy Európa ingyen szállított Amerikának, mert itt most lecsapolják azt a papírfecni tömeget. Ha aranyat átválthatta volna aranyra, akkor ez nem történt volna meg. Tehát ezt lecsapolják, de érdekes módon, mivel Szaúd-Arábiának annyi trezorja se volt, hogy ezzel a dollár nyilván átutalás volt ez, de egyszerűen nem tudta befogadni ezt az iszonyatos dollártömeget, meg általában ezek a kőolaj országok, hanem hol máshol, mint az amerikai bankokban helyezték el ezt a dollártömeget, és akkor ezzel kész lényegében, tehát ingyen szállított 22 éven keresztül, tehát 67-ig, de hát inkább 30 éven keresztül, mondjuk 75-ig bezárólag Európa Amerikának 100 ezer milliárd dollárban mérhető az a veszteség, amit az amerikai bír, vagy az a pénzszivattyú, vagy a pénzszivattyún át Amerikába átszivattyúzott, teljesen legitim, szabályos módon, ennyit a hatalom gazdaságról. Itt hozzá kell tennem, hogy a viccek vicce az, hogy ugye az első nap Zelenszkij megdicsőült, illetve ez már a második nap volt ott Hiroshimában, szem nem maradt szárazon, hogy milyen gyönyörű a béke, és tényleg mennyire racionális is. Hát ez a racionális ukrán béketerv, ez körülbelül annyi, hogy tehát Oroszország azonnal kiüríti az elfoglalt területeket, a Krímet is természetesen, tökéletesen visszavonul, fizet 1000 milliárd dollár jóvátételt, hagyja, hogy börtönbe zárják a vezetőjét, és aztán utána kényre kedvre, tehát megadja magát, lehet, hogy feldarabolják, de lehet, hogy egyben tartják azért, mert úgy könnyebben kifosztható, és innentől kezdve mindaz a jószágtömeg, elsősorban energia és nyersanyagok, aminek végtelen tárolójaként tételeződik majd az akkori Oroszország, ez az amerikai birodalom, vagy éppen hát a mindenkori világbirodalomé lesz, és akkor ez a racionális, mindenki számára racionális lehet, de attól tartok, hogy az oroszok számára azért ez nem volna annyira racionális, vagy nem eléggé racionális ez a megoldás, de ott mindenki örömkönnyekben úszott és ünnepelte a békét. De a harmadik napon Kína került, hát ki más, ugye, a első és második napon Oroszország elítélése és Ukrajna apoteózisa a racionális béketervvel, a harmadik napon pedig Kínát kellett megrendszabályozni, mert nem átalja ez a Kína a gazdasági erejét
nyomásgyakorlásra felhasználni. Szóval, hogy ilyen hatalomgazdasági nyomást gyakorol, ami kényszer, coercion, ugye, hogy elegánsan mondják, és ez valami szörnyű, miközben egyébből se állt az elmúlt évszázadok története, ez a viaskodás, mondjuk Napóleon kontinentális zárlatától kezdve, tehát ez a viaskodás a három győztes, a franciák, a britek és az amerikaiak, illetve hát a három legyőzött csicska nemzet, Itália, Germánia és Japán, egyébről se szól az egész, mint a kereskedelmi, pénzhatalmi, média, és persze, hát ha szükséges, akkor erőteljesebb pedagógiai eszközökkel, a katonai nyomásgyakorlással, de mindazért, amire az ő hatalmuk épült az elmúlt évszázadok során, illetve amely eszközökkel leverték a három vesztes országot, azt most valami hihetetlen, és ezt nevetés nélkül megállták, hihetetlen erélyességgel és erkölcsi fölényük teljes tudatában ezzel vádolták meg Kínát, és a leghatározottabban figyelmeztették arra, hogy ezek nagyon csúnya dolgok, tehát ezek, amit ők műveltek az elmúlt évszázadok során, és művelnek természetesen most is, mert ugye csak Oroszország ellen több száz szankció van érvénybe, miközben röhögés nélkül megállják, hogy Kínát vádolják azzal, hogy bizonyos nyomás gyakorlás. Szóval, hogyha egy ország akadályozza a hatalomgazdasági terjeszkedésüket, akkor ezekre az országokra nyomást gyakorolnak. Na, nem is folytatom. Tehát az egész egy paródia, vagy inkább burleszk, és hát nem túl sok jót ígér a jövőre nézve, mert hát akárhogy is nézzük, valóban ezek legalábbis látszólag, persze a világot meghatározó országok, és hát valóban lehetne akár némi jelentősége is annak, hogy ezen a G7 csúcson milyen kérdések kerülnek napirendre, milyen narratívában fogalmaznak ezek a vezetők, és milyen jövő stratégiát fogalmaznak meg a világ számára. Hát ez, ahogy várható volt, egy nevetséges és szánalmas burleszk sikeredett, tehát körülbelül erre lehetett számítani. Ez nem túlságosan súlytalan már, maga Amerika is egy széteső és agonizáló birodalom, tehát a rohamos, maga az egész nyugat, a rohamos gyorsaságú szétesés és súlytalan restlessness felé halad az egész folyamat, de akkor is egyszerre szívszorító, szánalmas és burleszkszerű volt mindaz, amit ebben a három napban megtapasztalhattunk. Sajnálom, hogy nem tudtam jobb hírekkel szolgálni, és hálásan köszönöm a figyelmeteket.